Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Orákulum in annum, egy évi jóslás, ahol megtekintjük, mi várható 2022-ben. Ez egy általános jóslás, viszont megrendelhető, akkor olyan személyes, rád vonatkozik. A díjam 17 000 forint. És most megnézzük ennél a kirakásnál általánosan, mi várható 2022-ben. Itt látjuk azt, hogy mi történik január hónapban. Itt az érmék utalnak az anyagiakra vagy a munkádra. Még van egy kis húzavona, hiszen szorgalmas vagy, de nem érzed túl jól magadat a munkahelyeden. De itt ez a csillagkép azt jelenti, hogy szerencséd lesz. Ez lehet egy munkahelyi változás, itt látható egy új irány, és a tettek embere vagy. Itt ez a csillagkép utalhat egy spirituális területre is. Januárban rendezni fogod az anyagiakat. Ez lehet egy munkahelyi változás is, mint ahogy említettem, vagy egy másodállás. De nem csak az anyagiak terén lesz változás, hanem ami a családot illeti. Ha megnézzük ezt a képet, akkor itt van egy idősebb úr, egy fiatal hölgy, egy gyermek, ez utal a múltra, a jelenre és a jövőre. Itt megtanulod azt, hogy éld a jelent. Nem kell sokat töprengeni a jövőt illetően, vagy azokat az emlékeket kellene lezárni, ami elszomorít téged. Itt a 10-es szám azt jelenti, hogy lesz nálad egy új kezdet, indul egy új periódus. Ez a kép utal arra, hogy mennyire fontos számodra a biztonság érzete. Nem csak az anyagiakat, a munkát illetően, hanem az érzelmekkel kapcsolatban is. De ahogy itt a botok láthatóak, ez olyan szűkös, fogva érzed magadat. Ebből a helyzetből ki kellene lépni, ez hoz számodra sikereket. Amit tanulsz januárban, arra utal itt ez a kép. Itt a botok jelentik a lehetőségeket, de nem tudod, melyiket fogd meg, hogy dönts, milyen irányba kellene tekinteni. Az is lehet, hogy vannak még kihívások, de légy bátor, mutasd ki az életerődet, a bátorságodat. Február hónap. Itt látható a második sorban. Itt szintén az anyagiakról vagy a munkáról van szó. És itt van igazságtalanság. Ez nem úgy van elosztva, ahogy kellene, hiszen az egyiknek mindene megvan, a másik kap ebből valamit, a harmadik figyeli az eseményeket és nem kap semmit. Itt vannak igazságtalanságok, de valahogy változni fog a helyzet. Ez olyan, mint egy megújulás, egy újjászületés. Ügyelj a saját érzelmeidre, hiszen ezt szimbolizálja itt ez a hold. Jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket, lehet egy kispapa születése is. Ügyelj arra, hogy mit fogsz a kezedben, hiszen látható ezen a képen egy férfi, ott van a kezében ez az arany érem. Ő úgy gondolja, ez adja számára a biztonságot. Nem ismeri elengedni, holott a valódi kincsek nem a kezében vannak, hanem ebben a kincses ládában. De addig, amíg fog valamit, nem tudja kinyitani, hiszen nem szabad a keze. Ez utalhat rád, de utalhat a lelki társadra is.
Itt el kellene engedni valamit, kinyitni ezt a kincses ládát. És akkor így mennek előre az események. Elhagyod az egyik partot. Te ugyan még visszatekintesz a múltba, de attól már elbúcsúztál. Itt lesz egy új irány, egy új part, de még nem látod, hogy hova érkezel oda. Az a fontos, hogy az irány meglegyen. Amit tanulsz február hónapban, hogy itt valaki nyújt számodra egy lehetőséget. Ez lehet egy munkahelyi ajánlat, vagy anyagi dolgokról is szó lehet. Holott ez az arany érem gyakran a belső értékekre utal. Itt van egy kapu, egy új irány, egy új lehetőség, itt kivirágzik, valami szerencséd lesz. De erre oda kellene figyelni. Március hónap itt látható ebben a sorban. Itt kezedbe veszed a dolgokat, irányítod az eseményeket. Itt van több irány, tehát te fogsz itt döntéseket hozni. Itt megjelennek az álmaid. Sokan azt mondják erre a kártyára, ez egy illúzió, ne higgy benne. Ha így van, és nem hiszel ebben, akkor nem lesz ebből semmi. De ha hiszel az álmaidban, akkor ez megvalósul. Itt vannak még nehézségek, kihívások, de átteszed magad ezeken, hiszen itt látható egy új út, egy új kezdet, erre utal a 10-es szám, indul egy új periódus, de kezdetben még túl sok mindent cipelsz. Ebből el kellene valamit engedni. Ahol szerencséd van, az a szerelem. Amit tanulni kellene, a kezedbe venni ezt a kardot. Áttenni magadat a félelmeken, ezt elvágni, azon kívül utal döntésekre és kommunikációra is. Április hónap itt látható, de úgy gondolod, hogy minden a fejed tetejére állt, és elveszíted a talajt a lábad alól. Viszont itt is van egy megoldás, ezt a kártyát megfordítom, és akkor másképp látható minden, hiszen megvan ez az elegáns mozgás, a lábad eléri a talajt, itt a fejed fölött megvan a fény, ez szimbolizálja az ötleteket, a gondolatokat. Itt van lehetőség, hiszen valaki átnyújtja számodra ezt az aranyi kelyhet, de te nem figyelsz oda, és pontosan ezt kellene másképp nézni. Akkor itt megvannak a lehetőségek, különösen ami az érzelmeket illeti, hiszen a kelyhek ezt szimbolizálják. Az is lehet, hogy ez a kép a lelki társadra utal, és ő most nagyon zárkózott és makacs, akkor is, ha te érzelmekről beszélsz, nem figyel oda rám. Ellentétben ezzel a képpel látható itt az egész világ, és utal erre a nyitottságra. Ezek lehetnek külföldi kapcsolatok, vagy internet kapcsolatok is. Vannak jó ötleteid, akarsz egy új kezdetet, de még bizonytalan vagy, hogy hogy valósítsd ezt meg, hiszen ha te itt lépéseket teszel, előfordulhat, hogy megvan a talaj a lábad alatt, de az is lehet, hogy itt lezuhansz a mélybe. A kártyák azt mutatják, nyugodtan vágj bele ebbe az új kezdetbe, vagy ezekbe a kapcsolatokba, hiszen itt látható a siker, és ez a gyermek utal itt egy új kezdetre. Amit tanulni kellene. Ezt mutatja itt ez a szív, nagyon sebzett. Ez a múlt, azt le kellene zárni. Május hónap itt látható ebben a sorban.
Itt ezen a képen láthatjuk az érméket, ami utal az anyagiakra vagy a munkára. Itt felül van egy házas pár, és alattuk ez a harmadik személy. Úgy néz ki, minthogyha ez a férfi itt egy diák lenne, és ők a mesterek. De ki végezte itt el ezt a munkát? Ez a harmadik személy. Tehát jól dolgozott. És az azt jelenti számodra, hogy a munkahelyeden valaki figyel téged, lehet, hogy ki akar oktatni, vagy úgy érzi, hogy feletted áll, holott te végzed ezt a jó munkát. Tehát ne hagyd azt, hogy mások parancsolgassanak neked, vagy kritizáljanak téged. Előfordulhat, hogy valaki lenéz rád, holott te vagy a mester, és mesterien készíted a dolgokat, jól csinálod a munkát. Tehát itt igazságtalanságról van szó a munkahelyeden. Ez a kép utal arra, hogy te vagy itt ez a király vagy királynő, az uralkodó, és uralkodsz a tűz eleme felett. Az jelenti a bátorságodat, tehát mondd ki a véleményedet, legyen meg nálad ez a bátorság. Itt a következő képen jönnek a gyermekkori emlékek. Ezek lehetnek szép emlékek, de vannak olyan emlékek is, ami könnyeket, szomorúságot vált ki nálad. Az is lehet, hogy valaki gondol rád a múltból. Itt lesznek változások, néha úgy érzed, itt összeomlik minden, de ezt a képet meg lehet fordítani. Itt látható ez a piros ruhás személy, hogy lezuhan a mélybe. Miért? Mert félelmei vannak, mert nagyon bizonytalan. És ez a kék ruhás hölgy, ez felfele tekint, és itt megvan a segítség, az égi hatalom, ő nem zuhan le a mélybe, mert megvan a hite. És pontosan erre utal ez a kehely is, ez a tiéd, ez a te belső hangod, az inspirációd, az intuíciód. Itt lehet egy kreatív tevékenység is, vagy egy új kezdet, a szerelmi élet területén. Mi a lecke? Hagyd el a könnyek mezejét, és keresd egy új irányt. A hold ott van melletted, jelenti az álmaidat, a reményeidet, a vágyaidat. Június hónap itt látható ebben a sorban. Valaki nagy sebességgel közeledik feléd, döntéseket hoz, lesz egy új irány, befolyásolni akar téged. A mágikus itt azt jelenti, hogy ez jó hatás, megvan köztetek ez a mágikus vonzalom. Azon kívül jelenthet egy spirituális területet, azt is, hogy mindent így a kezedbe veszed a dolgokat. De ügyelj a tekintetedre. Ha lefele tekintesz a mélybe, és úgy érzed, itt elveszik valami, vagy vannak félelmeid, hogy pénzvesztesség lesz, akkor tekints egy új irányba, hiszen a háttérben megvan a jólét. Itt minden rendben van, rendeződnek az anyagiak. Itt lesz egy új kezdet, de kell a hit, hogy ez jól alakul. De ne siessd el a dolgokat. Akkor is, ha ez a másik személy olyan gyorsan előre halad, ami téged illet, figyeld először az eseményeket. Légy kicsit türelmes, és bíz a sorsban, hiszen a főpapnő ezt mutatja számodra. Ezt az Akasa krónikát, ahol a sors utak le vannak írva. Legyen meg ez a hited. És a házi feladat, a lecke,
hogy foglald el a helyedet az életben. Itt az érmékről van szó, az anyagiakról, a munkádról, a hivatásodról. Július hónap itt látható a képen. Itt ezek a botok jelentenek egy bizonyos helyzetet, vagy egy új irányt, egy új lehetőséget, de ha azt szeretnéd elérni, hogy minden irányba mozogjanak előre az események, akkor itt kihívásokról lesz szó, hiszen te nem tudsz mindenhol ott lenni. Kell egyetlen irány, mert hogyha mindenfele mozogni akarsz, akkor a második kép azt jelenti, itt lesznek korlátozások, különösen ami a munkádat illeti. És ezen a képen látható ez a töprengés, amikor elgondolkodsz azon, hogy tudnád te mindezt megvalósítani, ez lehetetlen, nem tudod. Tehát válasz egy irányt, vagy egy bizonyos helyzetet. Koncentrálj ebbe az irányba, és akkor így akadályok nélkül előre mennek a dolgok, és meg lesz nálad az életerő. Nem csak az erő, amit kimutatsz mások felé, hiszen véded magadat, hanem megvan a belső erő is. A házi feladatot Justícia Istennő mutatja, aki utal az igazságra, de mutatja az igazságtalanságokat is. Azt is észre kell venni. Azon kívül jelenti a belső erőt, harmóniát, és ez a mérleg nem csak egy ilyen bírósági ügyre utalhat, hanem szimbolizálja a párkapcsolatot. Az a fontos, hogy meglegyen a nyugalom, a belső egyensúly. Augusztus hónap itt látható ebben a sorban. Itt elültetsz valamit. Ez lehet egy új kezdet, de légy türelmes, mire ez gyümölcsözni fog. Mert ugyanúgy, mint a növényeknél is, ez idő kérdése, mire itt növekvés van, és mire itt termés lesz. Az a fontos, hogy vedd észre azt, hogy ez az arany érem a kezedben van. Ez utal a te tudásodra, a tehetségedre, az anyagiakra, a munkádra és a belső értékedre is. Te értékes vagy ahhoz, hogy megkapd azt, amit elültettél, amit itt tervezel. Ügyelj az érzelmeidre is, erre utal ez a kehely. Persze azt is jelentheti, hogy egy férfi közeledik hozzád, és nyitott lesz érzelmekről beszélni. Akár munkáról van szó, akár a szerelemről van szó, te uralkodni fogsz a helyzet felett. De bizonyos helyzetekben légy inkább visszahúzódó. Mert itt látható ez a terülj-terülj asztalkám, ez lehet egy meghívás, egy ünnepség, de itt láthatóak a korlátozások. Erre utalnak az oszlopok és a 9-es szám. Tehát, ha így van, hogy valaki meghív téged, te nem fogod jól érezni magadat ott. Amit tanulsz, ez a belső egyensúly, és bízni az angyali hatalomban, ebben a segítségben. Szeptember hónap itt látható ebben a sorban. Kezedbe veszed a dolgokat, irányítod az eseményeket. Valami lelkesít téged, hiszen itt a tűz eleméről van szó. De döntéseknél még bizonytalan vagy, erre utal ez a kép. Megvannak a félelmek. Tekints befele, és hallgass a belső hangodra. Miután bízol ebben a dologban, és tudod azt, hogy ez sikerekhez vezet, akkor hozz egy komoly döntést. Erre utal ez a kard.
amit ez a kard még jelent, hogy vágd el a félelmeket, tedd át magadat ezeken az érzelmeken, és akkor megvan itt nálad ez a siker. Amit ez a királynő jelent, foglald el a helyedet az életben, és vedd kezedbe ezt az arany érmét. Az jelenti a te értékedet is, a te belső értékedet. Te nyugodtan elfoglalhatod itt a helyedet, hiszen ezt megérdemelted. Azon kívül utal ez a kép az anyagiakra, a munkádra is. Vannak ellenségek, kihívások, de itt lesz nálad egy győzelem. A házi feladat az egy új irányba tekinteni és lezárni a múltat, vagy bizonyos személyeknél hátat fordítani. Október hónap itt látható ebben a sorban. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a királynő téged szimbolizál, és uralkodsz a víz eleme felett, ami jelenti az érzelmeket. Itt van a szerencse a párkapcsolatot illetően. Egy komoly párkapcsolat mély érzelmekkel. Itt van a nőiesség, ez a kisugárzás. Nem csak Vénusz bolygó energiája, ami utal a szerelemre, a nőiességre, hanem a természet istennője Demeter. Itt kivirágzik valami, lesz termés. Lehet, hogy az, amit itt elültettél. Ez a férfi közeledik hozzád, átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, de még kicsit bizonytalan. Először neki kell megismerkedni ezzel a saját érzelmeivel, de itt előre mennek az események. Ez a fehér ló azt jelenti, hogy minden akadályok nélkül előre halad, a fekete ló fékezi az eseményeket, mert itt vannak a félelmek és a bizonytalanságok. Tehát fontos az, hogy ügyelj az érzelmeidre. A fehér ló szimbolizálja a bizalmat, a hitet, a szeretetet. Itt nincs akadály. És itt látható a sors kereke, ez a lecke, erre odafigyelni. Ez a kerék mindig abba az irányba mozog, ahova mi tekintünk. Az egyetlen, ami fékezi itt ezt a kereket, ezt a mozgást, az a fekete ló, tehát a félelmek. November hónap itt látható ebben a sorban. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a kép rád utal, mint egy királynőre, és uralkodsz a tűz eleme felett. Kimutatod a bátorságodat, a lelkesedésedet, a szenvedélyeket. A következő képen láthatóak a változások. Itt mérlegelni kell a dolgokat, hiszen van több lehetőség is. A háttérben a hajók utalnak a reményre, vagy külföldi kapcsolatokra. Lesznek bizonyos pillanatok, amikor kimerült vagy fáradt, de ez a halál, ez a kártya, ezt eltávolítja, lezárja, ez befejezett. Itt ezen a képen vannak még ugyan emlékek, néha fájdalmas emlékek, hiszen ez a három kehely utal a múltra. Ezek összetörtek, és itt folynak a könnyek, szomorú emlékek. A jelenben így befele fordulsz, és még nem látod a jövőt, mert az a hátad mögött van ez a két kehely, ami utal erre a szerelemre, mert ő visszatér hozzád. Lehet, hogy ez a kép az ő tartását jelenti, hogy lezárja itt a múltat. Itt látható egy tolvaj, ezek a könnyek elmúlnak, hiszen a tolvaj eltávolítja ezeket az emlékeket. De azért légy óvatos, mert ez lehet a valóságban tényleg egy lopás is. December hónap itt látható ebben a sorban. Itt vagy a középúton.
Itt anyagiakról, munkáról, vagy belső értékekről van szó. Itt a bal oldalon lévő aranyérmék utalnak másokra. Lehet, hogy úgy gondolod, mások mindent jobban tesznek, magasabbak, mint te vagy, de ne figyelj oda, ne hasonlítsd össze magadat másokkal, hanem vedd észre a saját érmédet, a saját értékeidet, vedd ezt az érmét a kezedbe, mert ez a tiéd, a te tudásod, a te tehetséged, a belső értéked is. És itt fontos döntések lesznek decemberben, vagy utal kommunikációra. Ez a kép ugyanazt jelenti, mint itt fent, de itt már a kezedben van ez az arany érem. Megállsz ugyan itt egy pillanatra, mert először meg kell nézni azt, hogy mi van a kezedben, mit tudsz nyújtani mások számára. Azon kívül itt is fontos az, hogy legyenek bizonyos célok. Éld el ezt a várat, de figyelj oda rá. A képen az látható, hogy be van kötve a szemed, nem látod ezt. És itt ez a fekete szín utal a félelmeidre, és a félelmeid, a bizonytalanság korlátoz itt téged. Nyisd ki a szemed, vedd kezedbe ezt a kardot. Vágd el a félelmeket, a bizonytalanságokat. Tedd át magadat ezeken a negatív érzelmeken. És ha ki van nyitva a szemed, akkor láthatod ezt a várat, és ezek a célok, magas célok, ami elérhető számodra. És itt látható az eredmény. A 10-es szám, ez az új kezdet. Itt van a vár a háttérben, ugyanúgy, mint itt az álmaidban megjelenik. Tehát ez megvalósítható. Azon kívül egy új kezdet a párkapcsolatot illetően, az is lehet, hogy itt vannak gyermekek, család, de a gyermekek szimbolizálnak egy új kezdetet, és a kelyhek utalnak az érzelmekre. Ami a lecke, hogy észrevedd azt, hogy ez a férfi érzelmekkel közeledik hozzád, és bízhatsz benne, hiszen itt lesz köztetek, ez az új kezdet. És én kívánok neked egy nyugalmas, örömteli 2022-t. Nagyon sok szeretettel, Dendera!